Sok szeretettel köszöntöm a liturgikus tanulmányi napok iránt érdeklődő hallgatóságot, mindazt, akik ezt a videót megnézik. Az én előadásomnak a címe az Egyház az Eukarisztia által él, a II. Vatikáni Sinat eukarisztikus egyháztana. Egy olyan előadást fognak hallani, amivel az elmúlt hónapokban intenzívebben foglalkoztam, amely témával foglalkoztam az elmúlt hónapokban. Kicsit egy ilyen teológia történeti bevezető, hogyha lehet így mondani, és hát elég erősen ökumenikus párhuzamai vannak, különösen is a keleti ortodox teológiával. Elsőként néhány szót szeretnék arról mondani, hogy hogyan érkeztem el ehhez a témához. Néhány évvel ezelőtt Antal atya, aki szintén az egyik előadója ezeknek a tanulmányi napoknak, ökumenizmus órát tartott nekünk, és azt adta feladatul, hogy Békés Gellért atyának, aki a 90-es évek végén hunyt el itt Pannonhalmán, a vonatkozó munkásságát tekintsem át. Gellért atya a rendszerváltás előtt Rómában élt, hosszú évtizedeken át ökumenizmust és dogmatikát tanított a Bencés Egyetemen Rómában, és különösen is az 1982-es límai dokumentummal foglalkozott, annak a befogadásáról, azzal a teológiai párbeszéddel, ami megelőzte ennek a dokumentumnak a megszületését. Így jutottam el az ő művéhez, és hát nyilvánvaló volt az, hogy itt vannak ortodox párhuzamok is, és nagyon fontos szempontok, és ezen a szálon haladtam tovább, és így találkoztam az eukarisztikus egyháztannak a témájával, amely kapcsán egy nagyon alapos bevezető kis művet tudnak már olvasni magyarul is az érdeklődők, Paul McPartlannak a könyvét, aki Amerikában élő teológus, a Nemzetközi Teológiai Bizottság tagja volt, és ő az Üdvösség Szentsége bevezetés az eukarisztikus egyháztanba címmel egy nagyon alapos, ugyanakkor tényleg bevezető jellegű művet írt, amely 2015-ben a Szapiencia Főiskola és a Lármattan kiadó gondozásában jelent meg. Szóval, akit érdekel ez a téma, ennek az alapjait ebben a könyvben tudja megtalálni. Ez mint egy a kerete annak, amiről most én fogok beszélni. És amit el fogok mondani, azt a Pannonhalmi Szemle legújabb számában el is tudják olvasni. Különösen is talán érdekesek lehetnek, vagy fontosak a vonatkozások, a hivatkozások. Mi is az, amiről én itt fogok most beszélni? Az eukarisztikus kongresszus eredetileg tervezett évében vagyunk, amelyet jövőre 2021-re helyeztek át, és egy ilyen kongresszust mindig megelőzi egy olyan közös gondolkodás, akár teológiai, akár pasztorális szinten, ami az eukarisztiának a ma élő ember számára az üzenetét szeretné megfogalmazni. Így a magyar kongresszus kapcsán is van egy ilyen előkészítő dokumentum, amely 2019-ben jelent meg, és ott olvashatunk egy rövid utalást az eukarisztikus egyháztalra. Ubi Eucharistia, ibi Ecclesia, ahol az eukarisztiát ünneplik, ott van az egyház. Ez az eukarisztikus egyháztan alapelve, amelyet nem csupán az ortodox teológusoknál találunk meg, hanem más formában a II. Vatikáni Zsinat egyes szövegeiben és a katolikus teológusoknál is. Előadásom célja lényegében ennek a félmondatnak a kifejtése. Mit jelent az, hogy eukarisztikus egyháztan? Mit gondoltak erről a keleti teológusok? És ez hogyan kapcsolódik a II. Vatikáni Zsinat egyházi önértelmezéséhez? Ennek a zsinatnak a kult szava 1985 óta az egyháztan szempontjából a kommunió. Akkor volt egy püspöki szinódus, és így fogalmazták meg a szinódusi atyák, hogy a kommunió eszméje, a kommunió szava az, amely mintegy összefoglalja a zsinati egyháztant. Ugyanebben az évben József Ratzinger egy előadásában arról beszélt, hogy az egyházat az eukarisztiára való tekintettel lehet megérteni. Ebből a belátásból született meg az eukarisztikus egyháztan, amelyet a későbbiek során szívesen neveztek kommunió egyháztannak is. Azt mondanám, hogy ez a kommunió egyháztan
a II. Vatikáni zsinat egyházra vonatkozó tanításának a szíve lett. Ez az újdonság, amely ugyanakkor őseredeti is. Ez a zsinat ajándéka a számunkra, minden más szempontból ebből kiindulva kell tekinteni és elrendezni a zsinatra, illetve az egyházra. A későbbi pápának ezek a szavai szintén olvashatók magyar nyelven, tavaly jelent meg az Isten projektje című kis kötet, ami Joseph Ratzingernek 1985-ben elhangzott előadás sorozatát foglalja össze, a teremtésről és az egyházról elmélkedik. Amit most fontos számunkra, hogy a zsinat után nem sokkal Ratzinger teológusként hivatkozik az eukarisztikus egyházt, arra felfedezi ennek a párhuzamát, ennek a kapcsolódását a II. Vatikáni zsinat egyháztanához, és mintegy a kommunió egyháztant az eukarisztikus egyháztan egy sajátos megnyilvánulásaként értelmezi. Mielőtt rátérnék arra, hogy a zsinati szövegekben mely pontokon kapcsolódik az eukarisztikus egyháztanhoz a római katolikus teológia, három fontos témát kell szintén csak bevezető jelleggel említenünk. Egyrészt arról, hogy így a teológia történet ívét tekintve az egyháztanról való gondolkodás, az hogyan alakult a 2000 év egyház történelmében. Nyilván kell pár szót mondanunk a keleti eukarisztikus egyháztannak az alapjairól, és végül a II. Vatikáni zsinatnak különösen is a Lumen Gentium kezdetű egyháztani dogmatikai konstitúciójának a megszületésére vonatkozóan. Kezdjük tehát ezzel az egyháztani alapokkal. A dogmatikusok három nagy egyháztani korszakot különböztetnek meg. Az első századok egyháztanát, amikor az egyházra konkrét liturgikus közösségekre gondol, az egyházra úgy tekintenek, mint konkrét liturgikus közösségekre, és mint szentségi, misztikus valóságra. Az egyházi önértelmezésnek így nem egy átfogó bemutatása zajlik, hanem konkrét helyei vannak. És ez a hely a konkrét eukarisztikus gyülekezet. A középkorban az Isten népe fogalom egyre inkább egy politikai, teológiai fogalommá vált, és később aztán ez az újkorban az egyháznak a hierarchiológiai értelmezéséhez vezetett. Az egyházra úgy gondoltak, mint societas perfecta, mint tökéletes közösség, és ennek főleg a strukturális értelmében. Egy olyan korban vagyunk, ahol az egyház egyre inkább veszít jelentőségéből, és így az intézményi szempontok megerősítésére esett nagyobb súly. Összefoglalva ezt a három korszakot, azt mondhatjuk, hogy az első évezred az valójában, amikor az eukarisztiáról és az egyházról beszél, sokszor nem is tudjuk, hogy melyikről is beszél, hiszen ezek szinte felcserélhető fogalmakká váltak. Lényegileg eukarisztikus volt az első évezred egyháztana, és az eukarisztiáról szóló tanítás mélyen közösségi volt. És ezt felfedezhetjük Antiohi Ignácnál, Cipriánnál vagy Ágostonnál. Ignácról még fogunk majd bővebben is szólni. Ágostonnak a húsvéti beszédeiben az első korintusi levél vonatkozó tanítását kommentálja, mikor Pál arról beszél, hogy egy test vagyunk, az egyház, mint Krisztus teste, az eukarisztiában való részesedés által, és aztán Ciprián pedig az egymással való egységnek a megvalósulását emeli ki. Az egyház egysége az eukarisztia egységével függ össze nála. Ez a folyamat az első vatikáni zsinaton is folytatódott tovább, de volt egy olyan törekvés, hogy az egyháznak ezt a misztikus valóságát is megpróbálják értelmezni, az egyház belső misztériumát megpróbálják magyarázni. A zsinat nagyon rövid ideig tudott csak működni politikai okok miatt, külső kényszerítő okok miatt nem tudta véghez vinni küldetését, és sokkal inkább megint csak a hierarchia megerősítésére esett a hangsúly. És aztán a 20. században 12. Pius pápa a Mystici Corporis kezdetű enciklikájával az egyházat azonosította ezzel a misztikus testtel. Egy évvel később azonban Henri de Lubac, francia jezsuita
teológus, a zsinatnak nagy teológusa, a később bíboros, Corpus Mysticum című művében már az eukarisztiát azonosította Krisztus misztikus testével. Vagyis, hogy egyházról és misztikus testvéről eukarisztia nélkül nem lehet beszélni. A következő és második vázlatos pontunk, hogy hát mit is jelent a keleti teológia számára az eukarisztikus egyháztan. A 19. század végétől szinte párhuzamosan a katolikus teológia útkeresésével egy sajátos keleti egyháztan igénye alakult ki az ortodox világban. Meg akarta kicsit szabadulni attól a több évszázados függéstől, ami a protestáns teológiához kötötte az ortodoxiát, és felértékelődtek az egyháztani szempontok és az egyháztannak a befolyása. Ennek a megújulásnak nagy alakjai voltak Homjakov, Bulgakov, Florovszki vagy Evdokimov, akiknek a teológiájában a hívószó a szobornoszt, az összehívás, az összegyülekezés, valis, hogy az egyház a konkrétan összejött eukarisztikus közösségben nyilvánul meg leginkább. És így az egyháznak egy eukarisztikus vízióját fogalmazták meg. És akiről itt kicsit részletesebben kell beszélnünk, az Nyikolaj Afanaszjev, egy emigráns, ortodox pap és teológus, nagyon fiatalon Párizsba került, és ott fejtette ki munkásságát, akinek a hatása kimutatható a zsinati dokumentumokban, erről majd később részletesebben fogok beszélni, és akinek, hál' Istennek, már magyarul is olvasható egy kis műve, ami témánk szempontjából is nagyon fontos adalékokkal szolgál, az Úr lakomája címmel, a Szent Atanász görögkatolikus főiskolán adták ki a kis művét, az 50-es években írta ezt a művet. Ez az egyetlen olyan írás, ami magyarul is olvasható tőle. Afanaszjev teológiájában az eukarisztikus egyháztan felől nézve három súlypont van. Az első, hogy az egyházat azonosítja Krisztussal, úgy, ahogy ő maga, mint személy, az ő teste egy és azonos, elválaszthatatlan egymástól. A másik fontos szempont a helyi eukarisztikus gyülekezeteknek az elsőbsége. És ez egy olyan hangsúlyos szempont, ami kapcsán szerinte ezek a helyi közösségek a teljes egyházat teszik valóságossá. Egy idézet tőle ezzel kapcsolatban. Isten egyháza egy Krisztusban, egysége pedig a tapasztalati élet terén a helyi közösségek sokaságában nyilvánul meg. Minden helyi egyház egységének alapelve az eukarisztikus közösségben rejlik. Itt a lényeges szempont, és itt nyilván már előre érezzük a konfliktust, ha lehet így mondani, a nyugati római katolikus teológiával szemben, hogy nem pusztán részegyházaként tekint Afanaszjev a helyi közösségekre, hanem olyan közösségek, olyan a kultuszközösségek, olyan közösségek, amelyek az egész egyetemes egyházat teszik jelenvalóvá, amelyek az egész egyházat realizálják. Tehát azt is lehet mondani, hogy egy univerzalista egyházképpel szemben a helyi egyházakra esik a hangsúly. És végül a harmadik fontos pont az az, hogy ami kapcsolódik nyilván az előző kettőhöz, hogy az eukarisztiában teljesen kifejeződik az egyház misztériuma. Idézett tőle, összegyűlni az eukarisztia által annyit jelent, mint összegyűlni egyházként, és összegyűlni egyházként annyit tesz, mint összegyűlni az eukarisztiára. Másik idézet, ahol ott van az eukarisztia, ott jelen van az egyház teljessége, és fordítva, ahol nincs meg az egyház teljessége, ott nem lehet ünnepelni az eukarisztiát. Tehát az eukarisztia nem csupán egy szentség a hét közül, hanem az egyház misztériumának a teljességét jeleníti meg. Utolsó pont Afanaszjev kapcsán, már említettem Antiohiai Szent Ignácot, nagyon fontos szerző számára. Ignác a testnek, a kehelynek, az oltárnak, a püspöknek az egységéről beszél. A Philadelphiaiakhoz írott levelében,
és ezzel ennek a kommentárját olvashatjuk ebben a kis említett kötetben, amely az Úrlakomája címmel jelent meg. A harmadik megjegyzés, mielőtt a zsinati dokumentumokra rátérünk, a II. Vatikáni zsinat egyháztanának az alakulásának a bemutatása röviden. A zsinat megnyitás előtt már készült egy egyháztani tervezet, amely azonban nagyon éles kritikát váltott ki a püspökök köréből. Azt kifogásolták, hogy ez az egyháztan, ami az előkészítő tervezetben megjelenik, ez túlontúl hierarchikus, szinte teljesen negligálja a keleti misztikus teológiának a hangsúlyait, és különféle izmusok olvashatók belőle, úgy mint a klerikalizmus, a juridizmus, illetve a triumfalizmus. A első ülésszakon ez a tervezet lényegében megbukott, és Gerard Philips belga teológus vezetésével egy második tervezet kialakítására tette kísérletet a két ülésszak között. A második ülésszakon ezt a tervezetet már örömmel fogadták a püspöki atyák, ugyanakkor egy-két kiegészítést ehhez is fűztek, és végül a harmadik ülésszakon 1964. november 21-én hirdették ki a Lumen Gentium kezdetű egyháztani dogmatikai konstitúciót. Ennek röviden, hogy mik a fontos pontjai, elsőként a már idézett Ratzingernek a gondolatait említeném néhány szóban. Szerinte a zsinati egyháztannak három nagyon fontos eleme van. Az egyház fogalomnak a krisztológiai meghatározottsága, aztán másodikként, hogy a közösségiség, a bensőségesség hatja át ezt az egyházi szemléletet, és végül pedig az, hogy a II. Vatikáni zsinat egyháztanában először jelenik meg az a gondolat, hogy az egyháznak van egy fejlődése, egy fejlődés éve, és van történelmi dinamikája ennek a fejlődésnek. József Kamancsák szerint a zsinati egyháztannak négy nagyon fontos eleme van. Az egyház megvalósulási helyeire, vagyis a részegyházakra adott súly, aztán a közös felelősségnek a hangsúlyozása, a pápai primátus és a püspöki kollegialitás kapcsolata, és végül az egyház és a modern világ kapcsolata, ami természetesen a Gaudium et Spes kezdetű konstitúcióban van részletesen kifejtve. A sok majdhogy nem bevezető jellegű gondolat után nézzük meg most azt, tehát, hogy a zsinatnak az egyes dokumentumaiban hol érhető tetten az eukarisztikus, a keleti eukarisztikus egyháztannal való kapcsolódás. Azok a zsinati dokumentumok, amelyeket idézni fogunk, a Sacrosanctum Concilium kezdetű konstitúció a Szent Liturgiáról, a már említett Lumen Gentium, a Presbyterorum Ordinis kezdetű dekrétum a papi szolgálatról és életről, végül pedig az Unitatis Redintegratio kezdetű dekrétum az ökumenizmusról. Nézzük tehát ezeket a szöveghelyeket. A Sacrosanctum Concilium-ban olvassuk azt, hogy az eukarisztia a legnagyobb mértékben hozzásegít ahhoz, hogy a hívek életükkel kifejezzék és másoknak megmutassák Krisztus misztériumát és az igaz egyház saját természetét. Az eukarisztia egyházat létrehozó valósága, eleme, hangsúlya olvasható ki ezekből a szavakból. Aztán a több dokumentumban is előforduló gondolat, miszerint az eukarisztia csúcspont, amely felé az egyház tevékenysége irányul, és forrás, amelyből fakad az egyháznak minden ereje. A Lumen Gentium fejti ki azt a gondolatot, hogy amikor az eukarisztiában részesedünk, valójában akkor jön létre a kommunió, a közösség a feltámadott Úrral. És ez az Úrral való kommunió az, ami által Krisztus teste, az egyház épül, és a hívek egy-egységbe tömörülnek, egységes néppé válnak. Az eukarisztia tehát él, az eukarisztia által tehát él és növekszik folyamatosan az egyház.
A helyi egyházakról is szólnak a dokumentumok, és különösen is ezeken a pontokon érezhető Afanaszjevnek a hatása, illetve az ő gondolatainak a kritikus továbbgondolása. Krisztus evangéliumának hirdetése a helyi egyházba gyűjti össze a híveket, és itt ünneplik az Úr vacsorájának misztériumát. Ezekből a helyi eukarisztikus közösségekből épül és áll fenn az egyetlen katolikus egyház. És az egész egyházat, az egész földkerekségen ezek a közösségek teszik láthatóvá és jelenvalóvá. És végül, és itt Antiochiai Ignác gondolatát is idézi a dokumentum, a püspökök azok, akik az egység látható principiumai és alapjai a részegyházakban, és az eukarisztia törvényes ünneplésének irányítói. Hogyha emlékszünk még Afanaszjevnek a szempontjaira, akkor össze lehet vetni ezeket a itt felsorolt szempontokkal, az egyház és Krisztus kapcsolata, megfeleltetése egymással, a helyi eukarisztikus gyülekezeteknek a hangsúlya, illetve az, hogy az eukarisztia által hogyan fejeződik ki az egyház, hogyan épül az egyház, az eukarisztia az egyháznak egy konstitutív eleme. A zsinati dokumentumokhoz kapcsolódóan először érdemes áttekintenünk azt, hogy mi az a reflexió, ami a római katolikus teológia részéről érkezett az eukarisztikus egyháztan felől nézve. Ahogy már utaltam rá, a Lumen Gentiumnak az első szövegtervezetében volt egy konkrét utalás Afanaszjevnek egy művére, ami aztán a 26. pontban lett kiterjesztve. De Afanaszjev hatása a Lumen Gentium 7. és 11., illetve az ökumenikus dokumentumnak a 15. pontjában is észlelhető. Különösen is azokon a helyeken, ahol a Szentléleknek a szerepéről értekeznek a dokumentumok. Fontos azonban azt látnunk, hogy Afanaszjev a katolikus teológiával szemben ilyen módszertani ellentéteket is megfogalmazott, ilyen az eukarisztikus és az univerzalisztikus egyháztan között fennálló feszültség, vagy a primátusnak a kérdése, a pápa primátusának a kérdése. Ugyanakkor ezen ellentéteket mintegy tovább haladva a zsinati atyák, illetve a dokumentumokon dolgozó teológusok tovább fejlesztették kreatívan az ő gondolatait, és így mintegy találkozik az eukarisztikus egyháztan a zsinati teológiával. Sőt, egyesek szerint a zsinati teológia egyházi önértelmezésének tengelyében az eukarisztikus egyháztannak a motívumai figyelhetők meg. Szintén, vagy ismét Ratzingert érdemes említenünk, aki egy korai művében az Ecclesia szó elemzésekor arra jut, hogy ez legalább háromféle dolgot jelenthet. Egyrészt az egyházat, másrészt a helyi közösséget, illetve a kultuszközösséget. És éppen ebből kifolyólag állítja ő azt, hogy az egyház ott él minden jogszerűen megszervezett eukarisztikus közösségben. Tehát a helyi egyházak szerepe kerül megint itt előtérbe, a jogszerűség az a püspök révén áll fenn. Ugyanakkor, és itt már van egy ellentét Afanaszjevvel, Ratzinger szemben Afanaszjevvel az egyetemes egyháznak az elsőbségét vallja, mert hogy azt mondja, hogy az egyház az a befogadás struktúrája lévén valósul meg, vagyis hogy nem valamit csinálunk, létrehozunk egy eukarisztikus gyülekezetben, hanem már részt veszünk, befogadjuk mintegy az egész egyetemes egyháznak az évszázadokon át működő és valóságos eukarisztikus gyakorlatát. A 90-es években, és ez fontos megemlítenünk, a Hittani Kongregációnak volt egy dokumentuma, Communionis Notitio címmel, ekkor már Ratzinger a kongregáció prefektusa volt, és ezt követte Ratzingernek és Walter Kasper bíborosnak a vitája, ugyanis Kasper azt állította, hogy a Hittani Kongregációnak ez a dokumentuma a helyi egyházak tekintetében sokkal erőteljesebben fogalmaz, sokkal erőteljesebben az univerzalista egyházképet emeli ki,
Ami még a sineti dokumentumokban kiegyensúlyozottabb volt, ennek a vitának a részletei is olvashatók magyarul. És a legutóbbi reflexiók az eukarisztikus egyháztanra pápai enciklikák 6. Páltól, 2. János pápától és 16. Benedek pápától, és itt különösen is 2. János Pál pápának az Ecclesiadi Eucharistia kezdetű enciklikáját kell említeni, amelyben a pápa úgy nyilatkozik, hogy az eukarisztia az egyház születésének az oka, az eukarisztia az, ami Krisztusba való belépésünket, beépülésünket munkálja, és egymással való testvéreségünket egységesíti, erősíti meg. Ezek alapján azt mondhatjuk, hogy a nyugati és a keleti egyháztannak ezek a fejleményei lényegileg egy irányba mutatnak. És minthogyha ez az irány az eukarisztikus egyháztan fogalmában rezonálna egymásra. Nyilvánvaló az, hogy mind a két egyházi közösség a biblikus, a patrisztikus és liturgikus alapoknak a 19. század végétől elkezdő újrafelfedezésével lényegében közös gyökérből táplálkozik, és lényegében ezért lehet az, hogy az eukarisztikus egyháztan a keleti hagyománynak a szempontjai a zsinat dokumentumaiban is visszhangoznak. Néhány szót szeretnék még mondani a ortodox reflexióról, illetve néhány ökumenikus szempontot is említenék. A ortodox teológusok üdvözölték alapvetően a zsinati egyháztant, annak is különösen is a látásmódját, amely az egyház misztérium jellegét helyezi előtérbe, felhasználva a keleti tradíciót, hadományt, és ahogy már említettem, a lélek szerepének a hangsúlyát, a pneumatikus dimenziót. Fontos az is, hogy a kollegialitásról beszélj, és az egyházi öntudat egy fontos mércéjeként érti ezt. Johanni Zizulász neves ortodox teológus munkássága legalább 4 ponton kapcsolódik a zsinati egyházi értelmezéshez, ez már az említett misztérium jelleg, az eukarisztiának a központi szerepe, a helyi egyházak felértékelődése, illetve a püspöki szolgálatról való gondolkodás. Ökumenikus szempontból pedig ki kell emelnünk azokat a két és több oldalú dokumentumokat, amelyek az eukarisztiáról értekeztek, vagy részben az eukarisztikus teológiának az ökumenikus teológiai párbeszédét fejezték ki. Ennek az alapvető eleme az, hogy az eukarisztiának ezt a krisztomonisztikus szemléleteit mintegy felváltotta az eukarisztia több dimenziójú szemlélete. Nyilván itt nem a krisztológiai meghatározottságot értjük krisztumonizmus alatt, hanem azt, amikor a sokkal inkább a struktúra, a centralizált struktúra vagy a klerikalizmus kerül előtérbe. Ezt váltotta fel az eukarisztiának egy szent háromságtani, egy közösségi, egy kozmikus vagy egy szolgálati jellegű értelmezése. A Katolikus Ortodox Teológiai Bizottság 3 dokumentumában a 80-as évekből, a müncheni, a bári és a valámói dokumentumban részletesen szó van erről a kérdésről, illetve a már említett 1982-es limai dokumentumnak is az egyik fő témája az eukarisztia. A előadás nem lenne teljes, hogyha szabad ezt mondani, hogyha néhány szót nem mondanánk a jelenlegi helyzetre, így a járványügyi helyzetre vonatkozóan, hiszen a keleti eukarisztikus egyháztamból és mindabból, amit elmondtam, az hallatszik ki, hogy hát eukarisztia nélkül nincs egyház. És hát mi van akkor, mint a jelen helyzetben, amikor a hívek többsége egy időre meg volt fosztva az eukarisztikus közösségtől, akkor hogyan is áll össze, hogyan is létezik Istennek az egyháza? Mi az erre adott reakció? Azt hiszem, nem tisztem, hogy ennek mélyreható teológiai reflexióját elvégezem, és éppen ezért csak 3 rövid szempontot szeretnék ehhez adni.
Az egyik, hogy mi volt az ortodox egyházaknak a reakciója így a járványügyi helyzetnek az idején. Ezek nagyon sokfélék voltak. Szemben a nyugati reakciókkal, ahol alapvetően a püspöki karok szabályozták, hogy a nyilvános liturgiák megtartását hát lényegében szüneteltették. Az ortodox egyházakban volt arra is példa Görögországban, Csehországban vagy Szlovákiában, ahol hát arról beszéltek a püspökök, hogy a liturgia és az áldozat, az eukarisztikus színek azok nem lehetnek betegség okai, hiszen pont annak a szeretetnek a megnyilvánulásai, ami legyőzi a félelmet. Ugyanakkor ezek a püspökök is hangsúlyozták, hogy minden egyes keresztény hívőnek lehetősége van arra, hogyha tiszteletben tartják azt, amikor ők éppen az egészségügyi okok miatt nem tudnak részt venni a liturgiákon. És a másik véglet pedig az volt, amikor például Szíriában vagy Libanonban felfüggesztették az ortodox egyházakban is a nyilvános liturgiákat. Itt szó szerint csak Kirill moszkvai pátriárkának a leveléből idéznék, aki lényegében ennek az eukarisztikus egyháztannak a szóvivője ebben a kérdésben. Az eukarisztikus áldozatot soha nem lehet felfüggeszteni, mivel ahol nincs eukarisztia, ott az egyház sem él. Ugyanakkor Kirill pátriárka is hangsúlyozta a különféle szabályoknak a betartását, illetve a hívőknek az egyéni érzékenységét. Ami két szempont nem megoldást ad a kérdésre, hanem talán némi reménységre ad okot. Mind a két szempontot Imre atyának a nemrég megjelent kis könyvéből, a Tevékeny Jelenlét című lelkiségi füzetéből vettem. Az egyik az, hogy, és ez jellemző, a keleti tradíciónak az eukarisztia szemléletére ez a kozmikus dimenzió, hogy az eukarisztia kozmikus egységet hoz létre, az utolsó vacsora asztala és az eszkatológikus lakoma asztala között. Egy nagy közös kenyértörésnek vagyunk részei, és e két pont között van a mi életünk is, a mi eukarisztiánk. Tehát, hogy ha pillanatnyilag meg is voltunk fosztva ettől a közösségtől, mégis egy nagy üdvtörténeti láncolatnak a részei vagyunk. A másik szempont pedig egy római katolikus válasz, vagy szempont a Sacrosanctum Concilium kezdetű liturgikus dokumentumból, hogy Krisztus jelenvalóságáról sokrétű jelenlétben beszél. Krisztus jelen van az egyházban, a liturgiában, a szentmisében, a papi szolga személyében, az eukarisztikus színek alatt a szentségekben, de jelen van az ő igéjében és az imádságban is, amikor a egyház zsoltározik és könyörög. Hogy amikor a eukarisztikus színektől meg is vagyunk fosztva, van lehetőség arra, hogy az ő igéjét olvasva, imádkozva a zsoltárokat és családi közösségeket, egyházakat létrehozva megéljük ezt a közösséget. Ezek nem válaszok erre a problémára, inkább csak olyan szempontok, amik segíthetik azt, hogy értelmezzük a jelen helyzetet. Ennyit szerettem volna elmondani, köszönöm figyelmüket. Talán, ha egy mondatban kellene lezárni ezt az előadást, akkor azt lehetne mondani, hogy a két egyházi önértelmezésnek a kapcsolódási pontjait próbáltam röviden bemutatni, és ezzel mint egy arra irányítva a figyelmet, hogy amikor keressük azt az utat és azt a módot, hogy Krisztus felszólítását követve egy közösségbe gyűjünk össze, akkor lássuk azt, hogy vannak konkrét előrelépések, vannak közös állásfoglalások, gondolkodások, és ezek mellé pedig oda kell tenni a testvéri szeretetnek és a találkozásoknak az egységét, és hát nyilvánvalóan a jövőbeli, végső időkbeli egységbe való megvalósulásnak a eszméjét. Köszönöm figyelmüket!